A Szent István Televízió, a Szent István Rádió mellett egy új médium az Egri Egyházmegyében. 2011 őszén kezdte meg a működését. Ez egy internetes televízió elsősorban, de nem kizárólag, tehát ez azt jelenti, hogy az interneten túl a helyi, tehát az egyházmegyéhez tartozó városi televíziók számára is gyártunk anyagokat, adott esetben nyersanyag cserével működünk együtt, tehát televízióban is látható egy-két anyag a tévének. A televízió interneten a www.szentistantv.hu honlapon követhető nyomon. Nincs egy egész napos műsortervünk, hanem kategóriák vannak, mondok pár példát. Vannak a hírek, események, ugye ebben a legfrissebb történéseket dolgozzuk fel, amik az egyházmegyében vagy adott esetben egy tegerbe történnek, ezekből csinálunk egy ilyen 2-3-4 perces hír. Van dokumentumfilmünk, vannak emlékedéseink, folyamatosan készülnek ezek, vannak a teljes körű dokumentált anyagok, például ünnepi szemmiség, prédikáció, miket mondjak még, van az Egerszaló kifjúsági találkozónak egy külön kategóriája, ott ugye mindent rögzítettünk, azok a vágatlanul fönt vannak. Úgyhogy ezek a kategóriák vannak, és ezeken belül frissülnek a dolgok, és hogyha valami frissülés történik, azt a honlapon, illetve a Facebookon azonnal tudjuk jelezni. Illetve az eger.egyházmegye.hu, az Egri Egyházmegyének a honlapja is, a legfrissebb műsorokat mindig címlapján jelzi, hogy van. Nem sugárzunk, hanem tartalmakat gyártunk, ami azt jelenti, hogy különböző kategóriában, különböző műfajú filmeket helyezünk föl folyamatosan a honlapra, és ezeken belül lehet mazsolázni, ezeket a tartalmakat lehet megnézni. A televíziónak van egy Facebook oldala is, a facebook.com/szentistantv, ott is megjelenítődik mindig a legfrissebb műsorunk, ami elkészül, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe, kövessék figyelemmel, és kövessék nyomon a Szent István TV munkáját.